Hévízváros aktualitásairól ismét sajtótájékoztatót tartottak a Városházán. Pap Gábor polgármester a város életét jelenleg érintő eseményekről és a beruházások helyzetéről szólt. Mint elhangzott és mint arról televíziónk is beszámolt már, 80 millió forintos saját beruházásában a DRV ZRT a teljes ivóvízvezeték cseréjét végzi az Rínyi utcában. A munkálatok több ütemre bontva várhatóan tavasszal fejeződnek be. Szó esett a nagy parkoló felújítási munkálatairól is. A beruházás a tervek szerint halad, a parkoló északi és déli bejáratát összekötő T1 jelű út alapozási munkálatai elkészültek, és hamarosan aszfaltrétek kerül rá. Közben természetesen a főutca munkálataival is haladnak a szakemberek. A szegélyépítés után a napokban zajlik az Erzsébet királyné utca és a József Attila utca közötti szakaszon az aszfaltozás, mellyel jövő hét elejére végeznek is. Ezt követően ezen a szakaszon is megtörténik a villanyoszlopok cseréje, illetve a Gamesz is halad a növényesítési munkálatokkal. Jövő héten pedig a fák ültetése is megkezdődik. Mindeközben az önkormányzat kivitelezői a járda szakaszok javítási munkáit végzik. Az egyidejű munkavégzések miatt egyelőre az Erzsébet királyné utca és a nagy parkoló közötti szakasz továbbra is le lesz zárva a forgalom elől. Mint Pap Gábor polgármester elmondta, igyekeznek a sok párhuzamosan folyó munkálatot úgy alakítani, hogy az adventi programokat és az ünnepvárás időszakát ezek ne akadályozzák. Az adventi programjainkat nem befolyásolják a folyó fejlesztéseink. Egyedül gyakorlatilag azt a döntést kellett meghoznunk, hogy az idei évben a jégpályát nem nyitjuk ki és nem üzemeltetjük. Ennek az okai azok, hogy a piacon elindul egyfajta fejlesztés még a téli időszakban, illetve a piacot ilyen módon nyitva tartjuk, tehát nem csak a szokásos piacnapokon, hanem ez mellett a hét minden napján vasárnap kivételével a piac nyitva lesz egész adventi időszakban, illetve a parkolási gondok, és ahogy mondtam, a fejlesztés miatt az idejében ezt a jégpályát nem tudjuk felállítani, és nem üzemeltetjük. Ahogy a fejlesztés befejeződik a téli időszakban, kora nyárra már szeretnénk a megújult piacot is átadni, természetesen jövő évben akár lehetséges, hogy egy új helyszínen a jégpályát ismételten ki fogjuk nyitni. Jövő héten az ünnepi díszkivilágítás telepítése is elkezdődik a városban, több ütemben, a főutcán természetesen igazodva a kandelláberek cseréjéhez. Karácsonyra az egész főutca és a város többi pontja is megkapja ünnepi fényeit. Az adventi programok az eddigi hagyományokat követve várják idén is az érdeklődőket. Az első gyertya meggyújtásakor dr. Várfi Gyula veszprémi érsek lesz a vendégünk. Szintén beszámoltak a Virágos Magyarország verseny 2018-as eredményeiről, melyen városunk is indult és külön díjakat hozhatott el a zöld felületek élenjáró fenntartásáért és az egregyi romkert színvonalas kialakításáért.